Úgy mindenkinek folytatjuk a Chronicles-t. A következő nyomozás már rövid lesz. Jó vagyok, hogy... Csak 40 perc, fél óra legalább, és befejeztem. November 3, 8 óra, 7 perc, délután. Sonszút. Visszaélt a két páros. Teljesen közelében voltunk. Találtam nevezni magát. Kazma, hogy változott? Kezdődött egy éve ezzel történt. De még Sherlock nem mondott mind igazságot arról, hogy miért így, miért hazudott. Mit tudunk így Zsigogóról? Scout Generálba küldték. Hogy kivallgatják. Mert a zöld is sokkolta bizonyára. Összezett egy telegramot. Zsigokótól szerezték meg. Hacsa kész. Megváltoztatta a helyet Suzy apján. Azt gondolja, hogy Suzy és ő féltestvére. Ők, amit hallott, legutóbb. Azt hiszi, Mikotóba az apja. Mindent hallott. Igen, hallgatózott. Mindez a boncolás jelent is. De azt tudjuk, hogy se Wilson, se Mikotóban nem lett fontos.
Ők így bocsánatod, amit hallhatod. Azok kérdés ki lehet Alice-szakja. Hát már úgy sikre egy kik. Most kell feltenni kérdéseket, mert később már nem sok lehetőség lesz. Telegramról és Kazumáról. Beszélték veled, Sheldon. Kezdődhet. De sok ezt itt fogunk hallgatni mindent. A japán Telegram. Egyébként időben jön. Nevek. Asogi, Asashi, Rexon, Hiroso. Hát az első finál végén, de ismertük meg ezt a lényévet. Amikor Bob Pidiben meghalt. Kazuma, Kazuri Assassin. Tobias Grayson és John Wilson. Azt kell kidejteni, hogy mi a elmegyő. És miért jöttek el azok a nevek? Szóval a Judge Gogo az érkezett ez, azt már szóval Nagy-Britannia az Japánba. És küldték ezt a Jigoku-nak. De kérdés, hogy mi a közben? Érdekes hipotézisei van. De viszont innék ez nem volt hová. De fontos bizonyték, az biztos. Kazuma halála.
vagy átdolgozva válnak. Ami a Burley elhajlott volt. De Gazoban nem halt meg. Kiderült, hogy hazudott. Most megtudjuk az igazat, miért. Hát ez nem örömből tette. Valójában meg akarták akadályozni, hogy Nagy-Britanniába jött. Jöjjön. Visszakadtak utána Japánba. És valakit a helyére akart küldeni. Szóval ez a második epizódban való történet volt. Ami a végén történt. Minden azért történt, mert Kazumán meg akarták állítani. Igen, másik epizódban történt. Amikor én voltam a vádlott. Szóval a tervük része volt az, hogy minket küldjenek Nagy-Britanniába. Kazumán pedig visszaküldjenek élve vagy halva. De azt tudták, mert tudták, hogy úgyis szükség van Londonban egy ügyvédre. Ki felvegy a versenyt Ziggs-szel. Szóval manipulált végig. Biztos volt abban, hogy elég alkalmasodik ez a kihívásra. Mit tett egy gyűjt? Mit tett itt a tettes? Szóval minden elmagyarázott neki erre az ész. Már kemény szavai lennének hozzá. Már minden szót megjelenet volna. Jó kérdés, hogy eljutott-e Amerikába. De nem vagy b***s mellett, hogy cseh. Meg lehet volna nagyon büretve. De miért tette ezt? Miért megállt olyan Kazumán? Tizenkét hónappal ezelőtt? Valami nagy veszély fenyegetett. Egy ómen. Mert valami ómen miatt kellett visszaküldeni a Kazumát, de meg kell mutatnunk mi az. Thank you.
az akkor kezdett, amikor Japánban voltunk. Szóval kihallgatta a British-japán kormány. Szóval elég okos volt, úgyhogy gyere, cselekedjen. Tudjuk már, hogy Wilson meggyilkolta a... Amikor tudott róla, azonnal cselekedni akart. Részben, de igaza volt is, részben tévedett. Ez a kezdete volt annak a tanikus alásítók. Most mindennek tudhatunk belőle a négy év végig. Amikor tudom, azt szeretett bízom halálról. Volt egy másik név, aki meghalt. Asashi. Az a Zsizájbek. Ő volt a merénylő. Aztán eltűnt ő. Aztán valaki megölte. De a másik nénynek jobban aggódott, például Kazuma és Kriszton halálától. Meg akarta védeni Krisztont. Szóval támad akarta találni Kazumát Nagy-Britanniától. Szóval ismerte Kazumát. Vagy ő is. Most tudja meg, hogy Wilson meghalt. Tudta, hogy a apja meghalt, de mégis szomorú. Hát a hipotézisében van egy nagy lyuk. Hát de most tesztünk tudomásra arról, hogy Asashin akkor még nem volt meghalva, akkor Dr. Wilsont már megölte. Tehát változás áll be a hipotézisébe. Ezt azt hittük, hogy áldozat mind a négy név. De ez tévedés volt, mert Asashin egy merénylő volt. Szóval Asashin feladata volt, hogy merényelje le Wilsont. Szóval ezért nem volt Asashin szándékára.
utolizó megölte Assassin. Tehát célpont volt a mély élethez. De a Telegram szerint más perspektíva is van. De volt másik is, aki így kérdezett volt. Kazuha. Kazuha mondott is valami. Október 6-7-én Gerzonnal volt. Hogy teljesítsen küldetés. Célpont lemerény leírése. Asuki elfogadta azt a küldetést egy év ezelőtt. Ez akkor valamiféle szerződés? Szóval miért életi alájáratóhoz? Szóval Kazumából lett volna a merényből, és Gregsonnak ennek áldozat. Szóval Kazumát valami rossz célra akarták felhasználni. Így Gregson halálát akarták. Tehát... Tehát ő... Japán ő meg egy britet, brit meg egy japán. A brit megölt meg ezt a... végzést. De biztos a halálból akarták elkerülni. Szóval ez egy valami egyesség is volt. Tehát ez azt jelenti, hogy Chikoku nem is volt célpont. Szóval Kazumán kérték meg a ője, meg Gregson. Hát ez bárki is tette, annak felállnia kell ezért. De ötönik, hogy Gregson kudarcot volt abban, hogy megmentse a Gregson életét. Szóval Gina csodába akarta vinni. De ötönig nem járt sikerre. De nem. Hát elég szomorú. De már kisváros ezért. Itt meg kell buktatni minden áll. Nem érdemeljük, hogy szabadnából legyen. Véget kell vetni a tanulságának. Hőkészüléket kell tenni.
De szívesen lenne a testvére. Vágyjának a kapukat. De persze is Sherlock nevelte fel. Nyilvánvalóan gyilkosnak van köze a gyilkossághoz. Tehát de nekem így buta. De van még elkészített tervez. Még két rész is, mindenki fog elő. De most nagyon sötétséget... Most később egy nagy sötétséget kell felfedezni. Na, ahogy mondtam, ez rövid volt. De a következő utolsó képen már nem lesz ilyen rövid. Reméljétek. Az utolsó rész még ultra hosszú lesz, legalább 3 óra. Ennyi volt mára, szevasztok.